Log Sled, az a neve. Ott egy alkohol. Így lehet ilyen ziplinokat csinálni, meg ilyesmi, nagy bagány. Elég fasz a dolgot lecsinálni. Ötödik ikon. Tüzet az tök mindegy, hova teszem? Leteszem ide középre. Ahová akarod, mindegy. Nem túl közel a vízhez. Nem mindegy. Vannak a fényképek. Nagyon jó. Elegem van, hogy nincs rendes tábor tűzünk, csak ezt ne cseszétek szét. Az véletlen volt, ne is ilyen. De már Dani is szétcseszett. Az a Dani. Hú, hajóra beúszunk? Ott vannak izék, itt tudtok. Nézzük meg, oké, menjünk. Ezt én is akarom. Na majd visszunk, ne izguljatok. Ó, de király! Úristen, Jan! Ha, ott lesz a kéglin, hát. Na jó. Hoppá, azt a meccs az a kégli lesz ott. El fog fogyni az energia. Majd ott fogunk aludni, amíg nincsen jobb hely. Akkor lassabban úszom. Mekkora kőpók volt a kő alatt, azt a szétfrancsíroztam. Akkor nem Dani, megeszel egy kicsit egyedül? Nem. A gond van, ugorj be a vízbe. Hát az a baj, hogy itt miért nem jönnek be a vízbe, akkor szokott. Nem, nem. Pontosan. Félnek az víztől. Itt volt egy új jelent. Akkor ezek cigányok, he? Hát a színük már megvan hozzá egyébként. Kihaláztad az összes falat. Ó, mennyi csoki, add Dani, neked ide kell jönni, mert mindig éhezel, és itt van egy csomó csoki. Jó, akkor Dani, gyere, együtt menjünk oda. Azért, mert az mit ér egyébként? Miért aludni ment? Micsoda? Érme, mit ér? Érme az a bomba craftolás. Gyere Dani, menjünk utána, erre. De rengeteg érmét ad a játék, ami nem is kell. Tehát... itt van egy fejem. Jó. Na mondjuk itt van egy izé mentés pont. Igen, itt is tudunk menteni. Ó, várjál, ja itt az érme, érte. Lefáradtam. Búrák, palack, az milyen jó. Itt találtál búvárpalackot? Hát itt, nézd, itt van. Ez milyen bonyú? Jaj, mert lehet fővettem. Azért nincs itt. Na, lehet. Inkább ne veszem belőle. Meg is nézem, várjál. Te gyors kraftoló vagy. Igen, megvan a palack. Az majd kelleni fog egy résznél. Dani, te úgy futsz, mint a Tina a Bob Burgerből. Ahol. Hát jó, az he. Egy óvatosan. Barlomba fog kelleni. Inkább erre gyere le. Van fönn kötél. Kettő is. Az jó. Amúgy lehet ilyen koponyás lámpát csinálni, amit nem kell meggyújtogatni és folyamatosan ég, azt majd tele kell ilyennel aggatnunk a lakást és akkor, meg a bázist és akkor látni fogunk. Mit nem, nem meg koponyás? Tűzön. Koponyás fákja, ilyen tüzes, vagy nem fákja, várjál, megmutatom, hát ha lebírom rakni ide. Várjál. Na, én a koponyából csak cube-ot tudok csinálni, egy fejszét. Várjál, nem, a kraftoló menüben, ebben a építkezős izében. Ja. Ha megtalálom. Na, de te is látsz szeknős, hozzad, mert vízgyűjtőnek kell a páncél. Azt ja, mondják, hogy... Mert róf... Igen, itt van. Megyünk mi is a hajóra. Nem bírom rakni ide valahol. Megyünk jaktos nyaralásra. Nem, de nem bírom lerakni, megmutatni. Na mindegy, majd megmutatom. Jó, várjál. Az a fejszel az jó egyébként? Amit a fából, meg a kőből, meg a kötélből csinálunk? Az erősebb, de lassabb. Értem. Ennél az izénél. Értelek. Viszont mindjárt megfullad, vagyis szomjan dövök már megint. Akkor úgy áll izét, energiaidat. Van nálam? Szerintem van. Nézzük meg, mik van ott. Van nálam, jó. Fasza. Kéne még Geekbird. Geekbirdről mit tudok csinálni? Eldobtam a Geekbird-t. Jaj, fölvette. Rohadjon, mert nem akartam fölvenni. Nem, soha mindig. A ruhában? Nem kicsi ez a jakt négy embernek? Nem, pont jó. Nem. Tökéletes. C. Mi van, ha megnyomom itt a C-t? Martin, itt van fönn kötél. Topi. Azt fölvettem. Én visszahúzni egyedül, nem kéne. Hú, de sok csoki. Oxigén palacsi. Elmentem itt is. Én nem beszél, hogy baszodjon. Jaj, beszorultam. Várjál, mindjárt kihúzok, elmentem. Hát nincs semmi, nekem menjünk ki. Elmentettem. Aha. Én fölvettem minden fölvet. Hát tűnjük innen a rákba. Ennyi. Én csak ezért jöttem. Na, Ilyász mester. Na? Ja, nincsen csontom. Hát én itt nem láttam csak felejtés. Kötél az van. Valakinél van csont, a parton hagytuk a dőket. Gyújtsuk meg főket. Ja, igen. Hát csak nem. Hát van egy pár csontom. De majd megnézzük, hogy nem lehet ebben valami hasznosat csinálni. Na akkor tudnék csinálni egyébként tüzes nyilat, az meg a Petyának hasznos lenne. Néhány hát kajlót összeszedtem, de jól vagyok. Összeszedted a kajlót? Még lehet? Igen. Igen, nincs itt semmi. Most mindenki elkezd a víz alatt úszni. Ilyen gyöngyhalász, ők nem tudtátok. És a kajló az mire jó? Hát ez egy jó kérdés. Oké. Okay. Ott a sirály, le kell vadászni a vacsora, hát. És hova lett egyébként a tábortűz, basszátok meg? Nem, ott volt az izé hulla alatt.
Hát itt már nincsen. Azt is, hogy a sirály elment, nem tud gyorsan utána futni. Hogy rohadjon meg? Mi a fasz? Megszúrtál? Meg én nem. Sirályt bögtem, hát. Megsérült, nem bassza meg. Ez a buzi csont mindig olyan nagy alapanyag geci mindenhez. Itt is van tüvegek. Igen, tényleg nincs. Volt alatt a pénz. De miért? Mert dobtam el. Mi a pénzt tettél a szemeire? Két hát nem kell. Na. Jó, hát akkor vigyük haza, már van egy fasz a távol. Adj a bal távolüssed, és le lehet vágni a fejét. Hozz egyet, hazavisszük. Minek? Ki lehet rakni trófeának, tök vagány lesz a falon. Kell a fasznak. De kell, ugye Dani? Hogyne. Még egyet. Azaz, na hozzad. Nagyon jó. Király. Mehetünk. Ez volt egyébként a cél, tehát én csak ezért jöttem. Jó. Jó van. Hogy jól tudni, hogy két különböző célunk volt? A cápafej fontos. Na menjünk, gyere. Csináltam egy kőraktárt, mert lesz kiből elkezdeni építeni a falat, csak találjátok, hogy hogy legyen. Kőből mennyi fél? Ja, 5. Oké. Aha. Én nagyon gyorsan tudok fáradni, úgy érzem. Én is. Nincs valami cucc, ami gyorsítja az állóképességet. Ha megiszol egy ilyen szódát, vagy micsodát, energiát ad, akkor fölviszi, vagy félig. Igen, de jó, jó, az harc közben szar és nem ér sokat. Jó tápládnak kéne lenni, aztán akkor alapból sok lenne azt tanulni. Igen, a kéket föl kell vinni, aztán csinálni jó. Kéne olyan szárított húsállványt. A halaknak, ja. Az izének, minden dövnek. Azt úgy kéne, hogy valami az épületben, vagy valami valami a tetejére, mert az izék lezabálják. Hát te, és meghaltam, valaki segítsen. Visszamegyek. Várj, Dani, köszönöm. Hozzád mutatom, hogy hová rak. Megölt valami, vagy megettem egy izét. Várj, jó, akkor gyere, mutatom. Ide már raktam egy ilyen trófea izét. Azt nem kell meggyújtni. Nézd, ide. Gyere ide, itt vagyok. Oké. Okay. Ide rak. Köszönöm. Nincs jó lesz. Több ilyet nem lesz. Hát nem finom. Álljá, fölrakom. Nem engedi? Nekem nem voltam túl messze. Miért nem engedi? Várj, ehhez van. Is kell kötélni, akkor tudok adni bele. Wow. Mondd azt, hogy nem cuki. Mennyi? Egy kötél, jó. Na, nézd meg, figyeljed. Itt lesz a kéglin, menyus, figyeld. Ó. Ilyen nagy vízpartokra nézd meg minden, hát bejött az élet ma. Kinyesse hát, minden ezt a gazt. Rakuk bele ágat neked, építsük meg a házat. Várj, nem tettek ide, ez nagyon vagány. Ketten itt ellakunk, ők meg ott ketten buziskodnak. Na, de várj, mert kéne csinálni egy ilyen faszállítót, érted? Biztonságosabb, én nekem az jobban tetszik. Várj, csinálok egyet. Stick, hol a stick? Hol kell? Várj. Martin mondta csak. A... Mi kéne? Azt mondja, hogy... Storage, nem storage. Én se tudom, én is csak végiglapozom az egészet, azt úgy keresem. Mi van hát? Faszállító. Ne érts félre. Hát, itt van, csináltam. Csináltál? Akkor nem se tudnám más. Ó, teljesen jó. Nem látok szart sem. Vannak tüzes nyilaim, ki kéri. Várjál, csinálok izét. Fényt. Vagy a mennyi? Mennyit? Nyilakat kérem. Mit adsz a tüzes nyilak ki? Nem sima baszott tüzes, érted? Tüzes? Tüzes. Várjál, mindjárt kitálom, hogy mit adok ér. Nem is tudom, hogy min van. Dani, nézd, szerinted ez itt vagány lesz, ha rakok ide egy ilyet? Hát, nem. Nem. De ez amúgy fényt ad, tehát azért is lenne jó. De a fénytől laggolok, az nem menő. Fákat közelről, vagy messziről hozzunk? Hát környékre vágjuk, és akkor ha jön az ellenség, akkor látjuk őket, vagy mit tudom én. Szerintem lehetne még egy ilyen sátrasház a másik oldalon. Jó, akkor építs, akkor jelöld ki, hogy melyik legyen az, és akkor azt nem ütjük szét. Dani, nehogy szétütj ezt a szart, hozom a kocsit. Idehoztam. Hogy számok? Éhe. Na szóval. Most mi? Rendjének messzire akartam fátozni, hogy itt megmaradjon. Ja, jó, akkor menjünk messzire. Én viszem a kocsit. Nézem, melyik lenne a másik faház. Ez itt a szélén jó lenne. Vagy nézem. Na menjünk, merre megyünk, vezessük. Ilyen sötét minden. Hon vagy te? Hát, ez az jó. Ja, ott vettem. Na gyere, Jancsi, én vagyok a Júliska. Nézd. Ó, várjál, világítsam, mert szart se látok. Én nem bírok így lámpázni. Ó, várjál. Mi, öngyújtóval? Ja, nyomd az elt, hogy legyen valami kis fény. Nem mint annyit érne ez a szar, de... Semmi négy. Na, menyus, hiszed vagy sem, de van nálam 20 tüzes hill. Érdekel? Ó, hát hogyne. Na, itt majd kezdjünk el itt pár. De hallod, ez drága játék, ezért adni kell valamit, baszod. Jó van. Figyelj, lepippant, ez egy 5 perc alatt megvan. Nem, az egy kellemes élmény, de nem hosszú tartom.
Akkor kétszer tippant le. A nyilag se tartanak sokáig, ha jön egy horda. Hát, de figyelj most. Kezdésnek jó, mert de az amúgy mibe került a izé, tüzes nyíl? Hát volt nálam négy darab izé... pia, rongy, meg csináltam ilyak. Tehát egy pia kell öt nyílhoz, ugye? Igen, 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 és volt nálam négy, ezt elhasználtam erre. Ja. Meg a, jó, már, vagy lebizniszeljük, ezt nem kivenni akartam, de szar ez, várja. Mert ha te ilyen nem megjelsz, hogy a párom a házat. Jó, hallom az idiótákat. Ha jönnek, akkor szaladunk, jó, Dani? Be a vízbe. De mi messze vagyunk azért, szóval így veszélyesebb lesz a dolog. Elvileg... Ez nem megy föl bármilyen házra? Várjál, én is ütöm ezt a fát, így. Jó, akkor erre fogom föltenni. Ja, úristen! Kraftolni kell, majd viszem a teknőt, az kraftolunk egy vízizét, víztisztítót. Tényleg, hogy tedd már le valahova, mert én is csinálok. Nem, tedd le, én csinálok. Tedd le, hogy hová rakjam majd le. Ki? Te, Martin, tedd le, hogy hol legyen a vízizés. És vihetjük is vissza a kocsit, mert tele lesz így. Szerintem. Állj, jó lesz a ház. Sötét van, még igen. Ütkezünk. Jó, legyen ennyi. Igen. Hadd bevessem már, hogy el kell. Jó, várjál, kilépek. Úgy. Ja, Istenem, ti. Elég hülyén kell irányítani. Egy kicsit arrébb kéne fogad. Nem akarja. Ehet, nyomni lehet kell, vagy valami ilyesmi. És a csontarmor, az jó. Nem úgy, amikor kiírja, hogy megbírod fogni, akkor. Várjál, ne menj el, visszarakom rá ezt. Na, figyeljetek, melyik páncél a legjobb, nekem azt mondjátok. A csont az egyik legjobb. Bocsánat. Nem tudom, hogy az a legjobb, de az biztos az egyik legjobb. Az ilyen mutáns páncél a legjobb. Ja, igen. Jó, akkor melyik az a páncél, ami most a legjobb, amit el tudunk kérni? Csont. Vagy a gyíkbőrt úgy, ahogy van, magadra teszed. Nem, a gyíkbőrt úgy tedd magadra, hogy raksz rá a levelet szerintem. De az csak stealth armor lesz, akkor csak kevésbé lesz a két. Ja, akkor nem véd? Nem véd jobban elvileg, mint a gyíkbőrt. Már most fogalmam sincs hirtelen, de szerintem nem. Na, akkor senki nem tud semmit, ugye? Ez pontosan. Nem. Jó. Holnap az a kék link lesz fel. Még 19, a kurva életbe. Viszed? A kis kocsit? De hol? Hol írja, baszki? Neked nem írja? De nekem azt írja, hogy 0.48. Te szar. Na jó van. Ha de... mentek ezt el építeni? Hát ott írja, hogy 10.29, de... Neked is, de állj ide, én vagyok. De itt lenne a sarokba, hát itt nekem azt írja, hogy 7 ilyen stickkel, vagyis hát még egy. Ó, na várjál, adok én valamit érte. Mit adjak? Bőr kell neked, páncél? Két gyíkbőr tudok adni. Tessék, figyeld, ez a tüzes nyíl. Csináltam még. Várja, elveszel. Gyíkből. Mennyit adtam? Várjál, mindjárt nézem, mennyit adtál. Ötöt. Ötöt? Akkor várjál, akkor mit kapsz. Vagy maximum tudok neked adni dinamitot, ha gondolod. Az nem kell. Nem tudok olyan mit csinálni hosszú távon. Itt van, adok még, várjál. Figyelj, annyira hosszú távra tervez, figyelj, szerintem adj neki arany rövőket, érted, az hosszú távon megéri. Hú, várjál, én csinálok, amikor kaját, ne ilyen döglök. Hú, az lehet jutott. Éjjel, hallok. A pénzt rádobjuk a tűzre. Hogy tudok csak simán droppolni, van valami gombra? Nincs, ez a tálcás van. Én szomjan és éhen halok. Gyere, dobok kaját a tűzre. Gyere zabálni. Na jó, mindegy, akkor. Így tárcának átbóckodni. Tegyétek már azt a vízét, más most nincsen. Nem tudom, hol legyen. Azt nézem, mit tudnék neked adni. Hát más nem nagyon van, tehát... Jó, mindegy, akkor. Tettem vizsgálat. Mert megítem meg, akkor adok. Támadnak? Gondoltam, de most akkor... Valaki megütött, nem is láttam, hogy ki volt ez. Jó, én is. Jó, fasz. Hát jó van, Petya, van. Itt van! Jó! Itt van! Itt van! Ki van itt? A köcsög! Ne nyilazom, ne izguljál! Hát fekszik a földön, ez meghalt. Fogad, itt elhajította. Jó, félhetem, az egyik nyilat véletlen. Nem baj, nyugodtan, nekem úgy sikert. Ne fogod használni. Mert előttem egy simát is, vagy egy sima tüzeset. Aha. Nem. Nem ezt kéne főszerelni ide, hanem a... Nem akarod ezt a... Hát, ha itt vannak a nyilak, tessék, de... Pillanat...
Aha. Gombjon fogok halni! Neked kell nyílt egy duda. Ó, búz! Akkor ígyunk! De ne azt idd! Attól szarul leszel. Vidd már a nyilat. Levettem. Csak Dani itt haldoklik. Jó van. Na a... Várjál, nézd Dani, itt van. Pia, igyál. Szedd el. Nem szépen. Jó kis monster. Csontok? Ezt elviszitek? Jaj, én elviszem. Hol vannak? Leszek rá még hús. Én is raktam le kettő kicsit. Jó, nekem ez is fogyott a húskészletem. Ja nem, vannak még izék kicsi húsok. És csak raktam rá egy nyulat. Ezt a hús hogy bírom, ha? Megcsinni. Nem érje ki, hogy kú. Edd meg ami rajta, szerintem tele van hússal, azért nem bírod. Milyen, van nálam egy láb? Miért van nálam egy láb? Tessék. Steel Tarmon nem kell. Kell valakinek egy ilyen? Ez micsoda? Nem, megtartottam. Letrédelhetjük 5 tüzes nyílért. Ah, persze, az baszhatod. Akkor inkább megtartom. Mert itt szarul levök, de ez nem ér egy lábat. Akkor nézni fogok, hogy megmérgezett, te mi a szar volt ebben a húsban? Ja, lehet lejárt egyébként. Jaj, meghaltam. Ú, de jó. Ja, nem haltam meg, csak nem. Nagyon kevés az életem. Na, nekem nulla. Nem látok sötétbe, van. Nulla életem van. Gyerekek. Nekem is. Figyeljétek ide nekem. Jó, nem lentem a nekem ennyi életem még sose volt, akkor sem, amikor elkezdtem a gényet. Na. Akkor első kérdés. Igen? Melyik állatból lehet csinálni ruhát? Jó minő. Ott egy gyökér mögöttetek! Hú! Egy íg volt. Nem. A ruhát. A őz, meg ezek. Ja! Az őzből lehet valami ruhát csinálni. Ez az mire jó, azt nem tudom. Hármat már belelőttem, az semmi haszna nincs. Fejébe kell lőni, az nagyon, az kicsinálja. Hát kösz. Egy fog, valakinek kellett fog. Nekem már nem kell. Én pont azért szeretem a vadász, ezt az izéti ijászkodást, mert én nagyon jól lehetom találni a fejüket. Ja jó, hát akkor csak ha püfölítek, akkor nem bírom. Én most három belőttem azt izé testébe szarcsért. Az lesz jó, a falunk lesz, akkor már jobban lehet variálni. Amúgy valami olyasmit láttam régen, hát. Hogy ilyen izéket kell nekik, ilyen, vannak ilyen a lábaikból, meg igen, azt ottam elvileg elzavarja őket. Ó, ott jön egy izé gyökér. Milyen gyökér? Hát tudom, milyen gyökér. Hát vagyok hát. Belemű a tűzbe. Mögötted van, Dani? Kettő is van. Köcsös. Mögötted, Mocsi? Ég a baltaik. Meghalt. El ne aludjék. Aki látni lángot akar, ilyen sok elmegyik. Megfagyok emberek. Nem tudok oda menni tűzhöz, mert mindig ennek a köcsög. Oké, csináltam még egy tüzes üzé fejszét. Ez tök van. Hát én a pokol fejszét csinálom. Ne laggoljon már a szar. Várjatok már, össze akarom szedni a csontot. Hogy bírok? Ja, megvan, hogy bírok üzét váltani. Ó, a tüzes nyílat. Kipróbálom a tüzes nyílat, ha jön egy gyökér. Valad mennyis, viszont ez a koponyás valami, ez kurva jó néz neki mondjuk itt körbe. Tehát nem ott a házunk alatt, hanem itt körbe. Ez egyébként ide a tűz mellé? Nem úgy, hanem nézd, mondjuk... Tehát hogy te innen, így jönne így szépen körbe. Tehát hogy legalább lássunk itt a saját. Ja, várjál, lerakosgatom őket, aztán majd mindjárt kitaláljuk, hogy... Vagy elmondod, hogy hogy gondoltad pontosan. Hát csak hogy lássunk mondjuk, itt. Jó, igen, mondjuk az egyik... Kép. Igen, mondjuk az egyiket ide. Nézd így, jó? Hát mondjuk úgy, és úgy körbe a két házat. Van egy pár nálok. Ó, izét rakjatok rá, pálcikát vagy mi a picsát, nem pálcika, fa. Rá. Mi? Nem tettél rá. Mire tettél? A közére, amit építettem. Jaj, a tűzre, azt hittem a tűzre mellá. Ja, teszek. Ja, nincsen pálcám. De jó. Mindjárt hozok. Én még csont. Várj, adok csontot. Na, a csomó... De amúgy a csontváncét is csináljon menjük már. El, mert vettem fel egy csomót. Na, az összeset add ide és cserébe kapsz nyilat. Várjá. De nálam azt a csomót csináltam, mert remélem mindent odaadja egyszerre. Jó, hát, nem, ezt egyes évekkel, júj. Várjá, ezt vedd el, csinálok csontváncét és azt adom oda, szerintem. Jó. Adom, hogy nagyon sok kevés szövetem lesz, de mindegy. Hát, nem, add oda csak a csontot. Jó, de egyes évet tudom csak adni, az a baj. Bence, meg ez szar. Igen, egyes évet tudod adni, itt van, nem egy páncét tudtam csinálni. Nekem engedett, hogy 5 nyilat odaadjak egyszerre. Nekem nem engedte, itt a csontpáncél. Várjál, Fetya, most az inventory-ban kuziskodok. Ó, bazd meg!
Mit csináltál? Segítek. Lehet, hogy szomjan haltam. Ja, a teknőt ragd már le, Martin, valóban. A zászló mellé rakj egy teknőt szerintem, ott jó lesz. Ajtó mellé? Zászló. Ja jó, teszek akkor ide egyet. Pedig már tök sok életem volt. Egyébként mennyi csont páncélból van egy teljes szett? Ott a piros csíkod mellett, életerőd mellett van egy másik csík, ami... Majd látni fogod, ahogy főszereled, akkor látod. Azt hiszem 10 talán? Kész a teknőt, csináljátok ti is, mert egyet az kevés lesz. Nekünk édes kevés. Jó, halok. Mindjárt csinálok én is egy teknőt. Adjak üdítőt, van még egy pár nálam. Nem, van nálam is. Lerakadtál volna még egy teknőt, hogy ne kelljen nekem is kikeresni. Ja, de megvan. Jó van most már. Hát figyeljetek már, milyen lejátszom van, és valakinek ilyen nagy modern token kazettája, lebírjuk játszani. Mutasd, oh. Nem látom. Amúgy én lejátszok valamit, várjál, így né. Ti halljátok? Én semmit. Mi az valami mulatos kazi vagy? Mondjuk nálam le van némi co. Már nem hallok. Nem hallod, a picsába pedig úgy lett volna a vagány. Ha beraksz egy kazettát, akkor le lehet játszani, aztán nyomja a muzsikát. Ott van, hát. Azt a mocsi milyen kemény. Ó, oh, nekem nyomja! Na, most már faszal vagyok. Hogy nézek? Nézd a mocsit, nézd a mocsit! Van még nálam, ha kell, 6 darab. Fullon vagy amúgy? Aha. Hát nem fullon, izé... 6 csíkom van, 6 ilyen izé... Ez jó. Kurva jó! De akkor ez már védelmet ad, ugye? Bazza, nem fogok megdögleni. Igen, ezt fogják leütögetni róla először, aztán az életet. Jó van, gyerek. Na, akkor aki ad vizet és haját, mert a vizem elfogyott és már döglődök, és ad a haját. Izét rakjatok már be a vacakba, mert nem termeli így a vizet. Az kap izé, mit tudom én, csontarmor tőlem. Én nekem nem a krafttal lesz itt a gond, bazza, Martin, hanem az éhen döglésre. Martin, ezt a szart fölépíteni, mert így nem termel. Legyen készen. Nincsen pálcám, várjál már! Meghúltam szerintem a víz hiány miatt. Segítek. Kösz. Legalább a csontpáncél megmaradt. Hát legalább a csontpáncél. Jó, akkor szerzek én, mert nem halad semmi sem. Vizet? Vagy sticket? Nem, ez sticket, így jó, most már termeli így a vizet. Basz, hát jó, ez így. Valamit füstölgött. Na jó, én lefürdök már. Covered in blood. Na mi van, megyünk fire, vagy mi van már, ha? Ja, menjünk, mert már látunk. Már világosság. Most már világosság. Hol a kocsi? Van valami színe elvileg annak. Ott a lila, az rózsaszín vagy mi az? Mi a fasz? Meghaltam, mert nem egy hús. Ez az. Valaki tud föléleszteni? Én megyek. Hol vagy, Martin? Itt pörgök a földön. Ja, mellettem, jó. Remélem tévét gyújtadat, mert a tüzet a földön. Ott van még két van. Várjál, ezt berakjuk. Ide. Faszom, így lehet fölhílelni a szomjúságot, hogy meghalsz. Na van nálam csontarmor, kinek te? Hogy teszem el ezt a csöves iránytűt? Hát tulajdonképpen nekem bőr kéne. Nyomva elbetűt, akkor szerintem nem hát. Nyomva az elbetűt, elrakja. Egy bőrön most, van. Most legyünk az, most karácsonyban, ja. Kap mindenki egy. És nyomva, újra csak elrakja azt is. Jó, adhatom egy bőrt is. Én meg neked egy bőrt adok. Jó, na várjál, akkor a lényeg az, hogy nem remove-olom ezeket, várjál. Oké, okay, és akkor a tálcát rá, vagyis a tálcát leteszem, és akkor ráteszem az armort. Igen, igen. És utána kombinek. És itt látod? Látom, el is vettem. Na várj, akkor adok még, jó? Az jó. Adok. Annyi van? Van, hát nekem már nem kell, tessék. Elvetted? Köszönöm, elvettem. Akkor adok még. Akkor darab megint van. De a többieknek is hagyják. Hát mindenki kap kettőt, ja? Akkor én már kettőt kaptam, többet nem kérek. Most kérnék, de... De akkor fogadd el, te adtál bőrt, most izé, most trade van. A jó cuccé kell adni valamit, érted? Nem mindig. A csont az jobb egyébként, de... Farkas törvények vannak? Hát rohangyatok majd, te ne beszélj, te neked is kapod, egyedül még pacsinak kéne adni valamit, hogy... Itt van, vedd el. Még egyet? Fér még már ilyen cucc? Ennyi. Jó, de több már tényleg nem kell többi, de az a többi. Nem fér mi? Menjünk, én viszek kettőt. Vigyed, én viszem ezt, jó. És ha találsz valamit, akkor az enyém. Jó. Megbeszéltük tényleg, majd szerzek még bőrt, akkor majd okay. Adom. Magány kis házakat. Megijedtem, hogy mi a fasz jön. Olyan egy jó kis panzió lesz itt, Dani. Úgy bebasz. Ezt én találtam ki, hogy ez itt legyen különben. Én elmegyek kizé scavengerni, jó? Majd jövök. Nem megyek. Várjál, meg lerakom még a koponyás fáklyákat, hogy hová kerüljenek. Tényleg az lemaradt. Most kéne megépíteni, amíg látunk is valamit. Itt a nyúl, meg kéne baszni.
Na mindegy. Én hozok még ilyen, megpróbálok teknős szerezni még. Jó. A víz az nagyon fontos nekünk. Az biztos. Na, az volt ilyen. Legalább négy ilyen teknős izé kéne, tudod? Teknő. Jó, építettem még egyet. Az komolyan egy ember? Ezzel csak az a baj ezek a fényes tuccokkal, hogy ezekre elméletileg jobban jönnek a gyökerek. De jó. De látni akkor is kell, tehát ez nem lehet megoldani máshogy. Nyilván. Kell csinálni totemet, hogy elmenjenek a kapba. De hogy egyelőre lerakosgatom őket, aztán majd beleépítjük a beleépíteni valót. Mennyi kell még fa? Menj is. Mindjárt megnézem. Minden teknős kihalánztatom? Hát egyet egyébként, vagy kettőt. Nem, kettőt, de termelődnek újra, szóval lesznek. Hány csak páncélból hány félre nálad egy? Páncélból? Fasz. Több. Van egy teknős páncél? Ja, azt nem tudom. Még négy darab kell, hát ez tök hamar meg lesz. Na jóval, jönnek már köcsögök. Ugye, visszak egy egész kocsiba, hogy Martinéknek meg odaadjuk a többit. Jajjaj. Ja. És ebbe jó, ketten jaj. Lehet szovelni, vagy mi? Micsoda? Ebbe lehet ketten szovelni ebbe a kéglibe? Akár lányon tudtok akányba, vas, a kis sátorba is négyen adottunk, mit akarunk. Igen. Ja, jó. De azért mondom, hogy ne építsünk már 80 millióét, azért érted így. Ja, Duda, gyere, izé, neked is adok valamit, mert többieknek láttam mind izé cuccot, akkor te is adok izé... Gyere, hol vagy? Én nagy erdőkbe vágom a fát. Akkor megyek ha, bocsi, mi trédelünk veletek, adunk nektek fát. Hát, az beszophatod, mert az közös. Hát, szóval... Ha, miért lenne közös? Ezt nektek építjük fel most, azért. Azért mondom, na gyere, állj meg, tudom. Benyus, vágd tovább a fát, figyelj, adok neked izé... Rígy, hogy nézzél ki, te szerencsére! Te is így fogsz kérni, ja, várjál. Hát, miért nem tudom, hogy helyen ronda vagy te, mint a bűn. Na, itt van. Hol vagy? Bazd meg, ne fuss már, geci, vedd már. Hallod? Nem kell olyan ruha helye, milyen ronda azt? Ahogy nem szerez fel 50 milliót, akkor nem fogsz úgy kinézni. Hát akkor nem is ad olyan páncét. Menjünk se tessék, karácsony. De... Karácsony van. Ó, köszönöm szépen. Adok még, jó? Én is ilyen vagányú fogok kinézni. Tessék, itt van, legyen. Várjál, majd mondom, hogyha vége, jó van? Tessék. Ja, mennyi van még? Még van. Itt van. Perc állatok, én fogom az ételt. Remény nem veszi el. Jó, sikerült. Itt van. Ennyi ez? Amúgy egy fára majd ilyen planért csapolók isteni kell. Itt van. Nagyon karácsony van. Hát most nagyon. Ennyi hülyét öltetek? Hülye vagy, egy csomót égettünk. Én legalább is biztos. Itt van. Mik ezek a patörzsek random? Azok a izé kivágottak és nem vitték el. Sőt, én nem láttuk szerintem, vagy már nem tudom. Na. Kész a kégli, hát. Kész? Zsír. Várja. Oké. Na, vedd már. Nem veszed el? Elvettem. Jó. Na. Hullos a szed. Megjött a faszám itt már? Faszám. Na, tess meg itt ebbe. Micsoda? Jó. Ja. Ja, ezért engem el kell látni étellel. Akkor elviszem a kocsit addig, jó? Várjál, adom a nagy ételt, amit fogtam. Ez az én kocsim, tessék. Ez mi? Ez egy hol? Kis kéne jelent volt a kocsit. Éppen pecázok. Hát... Én még megkérdem ezeket a koponyálványokat. Ez szállalmas. Kaját, nem tudom mennyire vagytok ilyesek, de teszek föl egy kis kaját. Én kurvára, szóval fel is rakok kaját. Köszönöm. Ilyen húszárítósat az hová rakjunk, azt kell kitalálni. Az valami olyan helyről nem viszik el, hogy nem csináljunk ilyen tornyot, tudod, ami nem ilyen ház, csak ilyen kis lap van rajta. Platform, és akkor arra izélünk, tudod, arra húszárítót rakunk. Aha. Sajsze. Hát én néha fogdok, szerintem mert elkészül. Mi az? Várjál, rakod rá neked izét húst. Jó, megyek oda. Raktam rá három kis húst. Jó, nem az a kérdő. Oké, faszom. Várj meg akkor ott a kaját. Jó, gyökerek ott akkor, vagy mi? Megettem a kagylót. Megyek én, mész te?
Megyek én is, vagy nem tudom. Menjünk akkor. De kagylózzon. Tudod mit, te menjél, te én addig ezt a fát oda viszem. Bocsi, felszedlek. Itt vagyok már. Akkor nem szedlek fel. Vágjuk tovább a fát, mi vagyunk a nagy izék, asztalosok. Favágók. Néha itt van egy tó. Na, úgy is tudunk pecázni, jó, pecázunk. Gyerekek, hogyha a gyíkből felveszem a csontarmorra, az... Várjál, de miért hagytok ki a jó, az külön szlotot fog elfoglalni. Az életed, mert látod azokat a fehér ilyen kis rubikákat. Igen, az a csont. És tele, teljesen tele vagy csontad? Hatig. Hatig? Na, akkor nyugodtan ráveheted, akkor más, mint a térdeden gyíkből. Ja, mert ha teljesen teli vagyok, akkor úzi fölöslegbe megy, úgymond. Nem, akkor visszakapod az inventoriba, az el nem használtad. Ja, értem. Szóval végül is nem fog elveszni semmi, csak nincsen sok értelme. De figyeljetek már, nekem van egy olyan ötletem, hogy... Mi van? Mondjad. Hol a kocsi? Azt tudod. Itt van. Itt. A kőfalat, ja. A kőfalat Martin jelölt ki, hogy hogy legyen. Találjátok ki, most nem tudom, hogy legyen. Jó, akkor kitalálom, hogy legyen, visszamegyek. Én hoztam követ hozzá. Kiabálnak, nem? Akkor... Bebugolt! Folyton itt az egyökért. Jó, ez szenes. Tűnjünk haza akkor, vagy nem tudom, én most hazamegyek, a kőfalat be akarom állítani, mert nem halad az se. De mindig, amikor van nekünk 5 kő, azt mindig bele kéne pakolni. De én már csináltam egy kőtartalékot is, hogy pótlom, hogyha használod, de nem használhatok el. Ott van a két buzi! Úristen! Megyek! Hol van az a buziság, amiben kell rakni a követ? Ha szembe állsz a tóval, akkor a bal oldalán. Szent a tó bal oldalt megyek. Ott vannak, he. És üldöznek is, vagy ugrálnak? Hol legyen az ajtó? Én nem látom a kőtartótra, vagy jöttem. Jönnek, he? Jönnek. Jaj! Itt van két nyomi. Ezt itt bezárom. Hol a kőtartó, Petya? Várjál, mindjárt mutatom, egyszer így lesz. Á, kurva, jaj! Jó, mutatom, gyere. Elvileg, ha jól láttam, itt volt. Ott szemben néz, ott. Ne hagyd abba, csak üst, szúrd! Hát, meg is basz. De nem tudom szúrni, mert lagolok. Gyertek, segítsetek! Megyek. Menjünk segíteni. Jó, megyek én is. Köszönöm. Itt van, Petya, itt van a bázisnál, ne menjünk sehova. Itt van a gyökér? Itt van. Itt meg kettő várjál, van. Várjál, meggyújtom, vigyá, menj arrébb. Kettő van. Tudnánk célozni. Feldobtam a... Tökéletes. Jó volt a tüzes nyíl. Három van nálunk. Juss már meg, te hülye. Szurkáljuk. El is menekült. Másik is van. Hozd meg hat, jó, hol már? Egy, igen. Pusztulj már. Másik az eltűnt. Jó, hogy megütött. Én ezt oda viszem a fordani. Ketten vannak rajta, cigányba van. Másik az elfutott. Jó, akkor segítek. Megyek én is. Oké. Nagyon cigányba vannak. Meggyulladtak. Hogyan, ha nem tudom, kinél van. Beütik rólam a páncélt, rohadt kecik. A fejbe üt, szúrom, az többet ér? Igen. Jó. De már megfut. Várj, nyilakat, hogy agyvegyünk ki belőlük, meg ki visszabírom venni, de gondolom ez már nem tüzes. Tehát én már elhasználom. Szerintem az más sima. Igen, ja, sima nyilakat kapok. Igen. Jó, a tüzes nyilakat igen megtartom később, valami nagy baj van, de most kipróbáltam, hogy jó. Én a tüzes fejszét használom inkább, szerintem a fejsze az jobb, hogyha meggyújtom. Ja. Itt van. Erősebb, legalább ez a dárda nekem nem jött be. Hú, várjunk a kajáját készít, te izé tüzön? Odaéged, de nem baj, megesszük. Nem baj, izé. Várj, meggyújtom. Vagy meggyújtom. Gyújtsad. Ah, gyújtsad már, hozom a másikat. Jó, várj, csak a... Alig látom a hullák miatt. Jó, ott van. Gyújts meg. Passza, pú, gecihe. Levert az armot. Mocskos buzáját. Most majd lehet, belőlük páncért csinálsz. Hát az lesz szépen a sorsuk, hogy legalább ami hasznos legyen belőlük. És víz még nem termelődött, de nem baj. De jó haladunk, mert már van három víztároló. Basz, hogy veci. Itt képzelnek a mikro. Madárka, elkaptam. Azt a madarat nem kapom el, jó. Vadászok. Vadásszá. Azt kérem a húst. Vagy nem a húst, hanem a bőrt. Ja, a madárnak nincs bőre. Nem, nekem izé szarvast vadászatok. Hú, nem is tudom merre van, erre ne fele nem szokott lenni szarva. Ott a te házatok fele, azt hiszem, a mész ott talán. Jó, szétnézek, én vadászok, hátra találkozom finomat. Nekem nem kell a húsa, csak a bőre. Jó van. Azt hiszem, van is nem szarvasbőr, majd adok. Na, az jó, ha van nálad.
És hogy van nálad? Ja, vadásztál? Igen, már egyet elkaptam. Akkor jó. Akkor elfogadom. Legalább három kell, hogy tudjak vele kezdeni valamit. Úgy vannak a sátrak, itt azt hiszem van valami jó kis loot, nem is tudom mi van itt. Ja, itt nyilak lesznek, ha jól emlékszem. Ragasztó szalag, pénz. Nézzük csak, ebben mi van. Nyilak, igen, nyilak, a rovs. Hú, de gyertek, hogy nyilakat lootolni. Azt én nálad el tud férni bármennyi, nem? Nem, nem, nem tud, már nem is bírom elrakni ezeket, annyi van itt. Ja, úgy igen, van egy max. Ja. De lehet nyíltárolót építeni, majd építünk és akkor lepakolunk. Jó, a fa tetejére. Fasza. Te építesz egyet, Martin? Nyíltárolót? Ja. A te lakásodhoz? Nem, nem, a tárolóhoz építs egyet és ott legyen az is. Tároló? A kőtároló? A kőtároló mellé mondjuk. Jó, akkor az lesz a raktér. Ó, valaki tett egy fát a vízgyűjtőbe, tök jó. Nem tudom, hogy ki volt. Hát én. Ott egy nyúzi. Mit csinálsz te? Ne tologassál, nem vagyok a apád. Kész a kőfal. Az a kő, az kész az, amit kijelöltem? Hát, ja nem, még nincs. Igen, meglettem zavarva, egyébként az egészet meg akartam csinálni. Ott van kék bogyó is, itt bebírunk zabálni. De ilyen kicsi a kőfal, hát ez gáz. Nem, rakunk rá még egy emeletet, megoldjuk. Igen, nem lesz ilyen pici. Akkor csináljuk. Csak meg voltam zavarva, meg jöttek az idióták. Na, akkor tervezzétek meg falat. Mindjárt megyek. Vissza, akkor tényleg, vissza. Most már tervezzünk meg mindent előre. Jó, igen, az lesz, megtervezek mindent előre, és akkor igen, igen. Én is azt akartam, csak jött a gebasz. Jó, most de most jó, bezabáltam, most jó vagyok. Van itt halacska? Itt nincs nálunk. Találtam egy vizet itt is, de itt nincs. Elég közel van két tó, szóval. Visszamegyek, azt izé. Megépítem a kőfalat. Meg ráhúzom a másik emeletet. Ja, hát az egész ráhúzom. Ja, csak akkor tudod ráhúzni, hogyha már meg van építve, vagy... Vagy előre nem is tudom, rád. Ugye megpróbálom így. Akkor így ahogy van. Előre kéne. Igen. Bazd meg, ne vedd elő a követ, hanem mit tudunk a kőből csinálni. Egyébként ez a javítókészlet, ez mondjuk praktikus volna, szerintem, nem? Nézd, így már szerinted jó lesz, így elég magas? Az jó dolog, igen. Bocsi, nézd, így szerintem már jó, nem? Az a baj, be tudnak ugrálni, erre kéne. Nem, az elég magas. Nem fognak beugrálni, az a izé. Kettes magas már elég. A kérdés, hogy legyen-e itt ajtó hátul, vagy csak egy bejáratunk legyen, hogy egy helyről tudjanak jönni? Szerintem jobb lenne, ha csak szemből lenne. Bőven elég, hogyha csak egy helyről jönnek ezek a buzerátorok. Akkor azt csinálom, hogy... Fal... De jó, hogy itt van ez a két nagy szikla, és akkor ez is, izé, fal. Tehát beleszámít. Szedek madarakat. Van egy szenes hús. Na, mikor telik már meg a víztározó? Hát az a baj, hogy nagyon kéne, a víz az kurvára fogy. Igen. Az tényleg nagyon kéne. Vagy meg majd aloe vera, hogy legyen már hírünk rendesen. Na, itt is az aloe vera, bazd meg. Na tessék, megvan a lista, mennyi kő kell. Jó, mi? Jó, mennyi kell összesen? 150. Azt a ide. Jó, most nem bírom rákni a másik emeletet, de miért nem engedi? Ja, bele kell rakni követ, lehet? Ha mindig szedjük fel a nagy köveket, és ha erre járunk, letesszük. Igen, csak akkor bírom ráhúzni a következő emeletet, amikor már megvan építve, jó? Igen. Jó, az ott megvan egyszer. Jaj, de jó, meghaltam, megint megettem egy bogyót, de most... Ja, ez piros volt, ó, de hülye vagyok. Kérdés, akkor ehető a hal, hogyha már írja, hogy lehet enni? Igen, igen. Igen. Értelem szerintem. Addig nem is tudod megenni, tehát addig nem lesz tőle bajod. Köszönöm. Tényleg én is csak akarom ez a tűzre valami. Jaj, a fokot ki is ütöm, hogy rohadjon meg a fenébe. Várjál. Nem bírom leszni rá. Ezt megeszed? Jó, hát én... Nem engedett pakolni rá izét. Jó, raktam rá kettő kis madarat. Miért sérültem meg? Szerintem szenes volt, lehet odaégett, vagy nem tudom. Na de most raktam rá! Vagy akkor lehet, hogy már meg volt rombolva és úgy raktad rá? Építsünk ilyen szárítót, az kell, mert... Az lesz a legjobb. Hogy várj, erre a vizes sem tudok építeni, akkor lehet ide építem. Amúgy mind. Igen, oda azt hiszem tudsz, és akkor nem fogják elérni. Igen. Mert úszniuk kellene és az mások. Mit? A szárítóért? Igen. Ja, hát az oké. Oké, szis házunk, tök jó! Ja, mennyusom, hogy ezért szilveszterre vettem két üveg pezsgőt, úgyhogy... Ó! egy ruszkit, meg egy magyarszkit, úgyhogy... Haddani, szerintem föntes csinálunk ide egy privát kajatárolót, jó lesz az?
Azt akartam mondani, hogy legyen mindenkinek külön, hogy akkor mi vagyunk így egy csapatban. Várj, hogy kell fölmászni a pusztába? Na, mindegy, a kérdez, az egész egy csapatban, az egész ember. Igen. Jó, csak hogy mi itt lakunk? Igen, lehet, de a kaja az lehet fönt is kajátok, csak igen, lesz itt egy adag kaja. Nézd, Dani, mondjuk... ide rakom... Várjál, nem raktam, nem jó. Té, elmentem, nem? De nyugodtan, ott is egy kajatárolva fönt, mert a... Följövő, tudunk zabálni. Nem tudnak fölmászni. Várjál, pillanat. Hogy nézőtek itt? Nézd, itt jó lesz, itt lesznek a kaják ezen föllógatva. Zsíj. Mondjuk. Király. Föl tudod építeni? Van kettő izét? Rakok rá halat, akkor. Ja, király. Ezek nem tudom mennyi időnek kell tenni, azt akkor már lehet enni. De ez olyan lesz, mint a snack, tehát hogy berakod a táskádba és nem romlik meg. Meg kiszárad, vagy a fasz tudja. Én nem vagyok tudok ugrani egy seggest a vízbe. Megpróbálhatod? Most kell készíteni. Tiházatok készen van, rakok. Na jó. Hát ennyi. Tudom hova kell építkezni, bazd meg. Megnézed? De hogy néz ki kívülről, hát? Ilyen gyorsan készen van már a fal, már mindjárt megvan. Ha. Na mi követből szerek, mindig beledobom. Hát menjus, figyeld már! Fasza, fasza. Láttam az előbb. De hogy néz ki, durva, mi? Hadd, Mocsi! Ha? Kell neked ide ilyen szárító ide föntre? Itt nem zabálják fel a gyökerek. Hát rakjál. Rakjunk egyet. És ez a teknős páncél, ezzel mi van? Az gyűjti a vizet. Csinálnék ebből vízizét. Hát már mint hogyha esne az eső. Az, de majd ha fog, akkor nagyon jó fog jönni. Ne bugzódj már, te szar. Ja, erre gyanta kellett ezekre a koponyák gecikre, az volt nálam. Na, ebbe kell majd, stick, leraktam neked a izét, a hús szárítót, de kell hozzá stick. Jó van, én meg fogok dögölni, ne izguljatok. Miben? Tomi újságban. Várj, adok egy... Én is adok egy... üdítőt. Akkor mennyit ad? Te is adhatsz neki. Nekem sincs valami sok. Menni kéne lootolni, szétnézni egyet. Csak most tudod, bázist fejlesztünk. Igen, most az az első. Köszöntöm. Most itt van még egy, csak a kell. Várjál, kell még erre kő? Mert akkor ráhúzom a következő szintet. És mi? Jó, megvan a következő szint, arra is mehet a cucc. Miért nem tudok rátenni húzt a szárítóra? Még van húsom. Na és halljátok, akkor ezt a falat tudom majd javítani ezzel a javítókészlettel? Valahogy úgy. Ez milyen húzt tudok rátenni? Ne engedj rátenni. Igen, majd ha esetleg megütik a szörnyek, akkor lehet javítani. Oké. Okay. Már én zabálok, mert ráálltam a tűzre a madarat, de szerintem már oda is égett. Várj, de érzésem, hogy ezek itt tapicskónak. Igen, szomjan döglök. Na jó, inni kéne gyorsan. Ez így nem állapot. A halat azt lehet a szállítóra tenni, nem? Hú, ez nagyon jó, csak egy... Jaj, nem! Lehet vizet is forralni, nem? Várjál! Valahogy lehet, de az kell egy lábas. Az van! Van? Megmutatom, hol találtam a lábast, ha jöttek, megmutatom. Az jó, az nagyon jó lesz. Várjál előbb, hagyd próbálj még, hogy tudok a szállítóra tenni húst. És ebben a lábasba kell majd kaját főzni, és akkor jó fullosra fölviszi a izét, életet, meg minden. Akkor mindenkinek kell majd... A halakat, azokat tegyük föl a szállítóra. Én is fölpakoltam őket, várjál most... Most ugye este menjünk, lehet, oda se találok. Ne, este nem menjünk. Maradjunk otthon. De milyen jó fény van már a fákják. Hé, és mi lenne, ha mennénk aludni, mert hogy... Ja, egyébként nem azt támogattam. Jaj, nem, most tette pont 20, az meg fog gyulladni holnapra. Dani, vagy nézd, van egy másik ötletem, hogy mit lehetne egyet csinálni. Ez mi ez itt az a madárfészek, hát? Picit várjunk. Milyen madárfészek? Ebben a izék vannak, a... íjak. Nyilak. Ja. És hol tudok aludni? A sarokba. A bal hátsó sarokba engedi az alvást. Jó, pakoltam bele egy párat. Azt hittem vicc volt. Dani, szerintem én is csinálok egy fényforrás, de egy, nem egy olyan, egy ilyen állós lámpát, mert én mindjárt megmutatom. Nagyon vagány lesz. Faszom. Nem tudod meg a hús. Még kéne két ember. Ki a másik, aki rámet az alvásra? Én voltam az. Várj, rámegyek aztán, hogy meg ezt a húsz megvárom, hogy meggyulladjon aztán utána. Jó.
Na, akkor majd, na, amikor látok, akkor majd megmutatom, hogy mire gondoltam. Mert így nem jó. Hát úgy praktikusabb, hogyha látsz és úgy akarod önmutatni. Hát igen, úgy valamivel praktikusabb. Igen, azért gondoltam, hogy úgy kéne. Egyébként ládát tud úgy csinálni, hogy beledobálhatnánk a cuccokat? Ilyen, lehet ilyen szekrényt csinálni, ahol kipirat pakolni a molotovokat, meg ilyesmit. Tehát vannak ilyen tárolók. Hú, valaki így még tud itt enni, van itt bőven kaja. Nyomj egy alvás, mert... De kaja még van itt, jó, bőven, megyek valaki gyorsan egye meg, mert nekem már életen nem vagyunk. Én ilyen döglök. De tudjuk, mert aludni kérem, mert szar családunk. Tudom, igen, de mondom, gyorsan együnk aztán izé. Ja, akkor már fölmegy. Na. Zabálj már! Úgyné. Gyerünk már, gyerekek. Menj meg, mert csak mondom, azt a kaját meg kell tenni. Holnapra én már zombi lettem volna. Éhen döglöttem volna. Túléljük. Egyetlen természetet. Jó, aludj. Ki nem alszik. Én már alszok. Dani, nyomj egy alvás, hogy neked sikerült, akkor... Nyomj be megint az ét. Na. Én nyomtam be legelsőnek, az... Igen, az neked kell utoljára is. Jó, de ilyet vettem már megint. Na, várjál, nem mászok le. Dani, maradj fönt, mindjárt visszajövök. Nézd, van egy... De mondj, miért mászol le? Lehet ugrani egy seggest a minket. Akkor az lesz, várj, de ezt előbb megmutatom, hogy mire gondoltam, hogy legyen itt egy kis fényfönt. Hát szerintem felejtsd el. Dehogy is, nem felejtsd el. Ezt nem, ezt látnod ki, ez kurva vagány lesz. Nézd, mit szólsz ehhez? Mi a szar az? Fényforrás. Na, király. Kicsit AC-val halás, úgyhogy hagyd menjön. Várj, ugolj. Micsoda? Ja, az ugrás. Nem az. Persze az ugrás. Nézd meg te a kék linket. Meg nagyon koponyák magán. Ott vannak. Hát. Hát ez inkább olyan, mint a büdös embernek. Azt látszik a játék egyébként? Szívajt kaptam, itt van a nyomorékok, miközben halászok. Nuda. Utok haza. Mi, gyökerek? Aha, gyökerek. Halásztam. Mi a falnak nem lesz többi része? Ennyi volt. Nem, befejezzük még, csak ennyi volt egyelőre. Na, hol vannak a gyökerek? És hol legyen a kapu? Hol legyen a kapu? Ki kell találni azt is. Mondjátok meg, hogy hol a rákba legyen a kapu. Halló, menjünk! Itt bőven jó. Áááá! Ezek tudnak felrenni. Halló? Beakadtam, hogy főgyulladtál. Akkor szerintem a sziklánál lesz az egyik a kapu. Tehát egy itt akartam mondani, hogy ez jó lesz. Jó. Ott a gyökér. Nem akarok senkit zavarni, de az képes felmászni, csak úgy mondom. De erre a mi házunkra nem tudsz felmászni, mert itt ilyen hülye, nem tud akrobatikázni. Arra nem mászik fel, attól nem kell aggódni. Jó, nem bízunk bennetek. Ez majd beválik, hogy... Hát ez a baj, hogy bízol bennünk. Hát tudom. Ez elfut. És merre... Ezek a fák a helyünkön kívül legyenek? Vagy merre... Hogy legyen a fal? Fal, várjál. Szerintem így. Itt. Innen legyen. Ja, tényleg ez van egy szikla. Jó, ez jó lesz ez a szikla. Igen. Jó, lehet ezt is építeni. Gyerünk, dolgozzatok! Figyeljetek, egy kis segítség egyébként nem ártana. Hol vagy? Mert én lehozom a 2v1-et, de... Megyek, várjál, ugye... A falat szétfogom, előre mondom. Jó, vagy már megyek. Az a nem mindegy, hogy kilőttem a nyillal a fogát. Leütöm az egyiket, föl kell a másikat. Izé. Már ölöm a nőt. Milyen nőt? Ez egy nő. Vagy akkor ez egy harmadik? Hát az egy harmadik. Én két csávóval küzdök. Elvitte a nyilaimat. Hol birkóztok ennyire? Hát nem tudom, én már megöltem mindkettőt, olyan jó segítségek voltatok egyébként. Elmenekült a nő. Messze volt. Itt voltam a fal mellett. Én éppen haláztam a másik oldalt. Jó, a hol van a nő? Meglógott. Kifogás, szó szerint falat fogtam. Elvitte a nyilaimat. Szóval az már eltűnt. Van még, majd adok, ne is fújjál. Engedd el. Ja, amúgy menjünk nyilakat lootolni, meg a lábas megmutatom hol igen, van. Igen, azt mindenképp kéne, mert szomra dögni. Gyertek. Meg lehet forralni majd vizet az izén, a tüzön, és akkor... Én majd... kajás vagyok, hát. Jó, hogy vegyünk. Jó, akkor mindenki zabáljon be, meg mit tudom én, azt menjünk. Hú, a halakat megzabálom, az már hátra jó. Mi, ami fölött, ez még nem lesz, jönnek több nap kell szerintem. Több nap kell. De majd építünk szerintem egy egész raktárat, ahol még telepakolunk ilyen idével. Jó lenne. Szállítottak. Egészség. Köszönöm szépen. Ja, ezt halljátok, na mindegy. Nem hallottam, csak úgy mondtam, hogy egészség. Ja. Amúgy büföztem. Jó. Jó, tudod.
Jó, még egy falat csináltam. Addig megcsinálom a falat, amíg ti szenvedtek, aztán jó. Nem, most innen turizok. Nem, most ismerkedek itt ezek a dolgokkal. God Herlocks. Milyen fal? A fal lesz? Ja, Rocks, nem tudok. Jó, eléggé görbe fal, de jó lesz. Kínai nagy fal. És Menyus, hogy mi, hogy a külföldi terveidet feladtad egyébként? Micsodát? Külföldi terveidet. Mert lusta geci vagyok. Magyarán senki nem akar... Ez az én barátom. Magyarán senki nem akar kimenni veled, ugye? Hát jó. Szóval elengedjük. Mindjárt bedobja az ötletet, hogy ő kimenne. Hát beszéltük egyébként. Tehát készen kérni. Kedezer tör! Engem nem érdekel a Vierhoni duván. Várjál, nincs tő. Egy halat fogtam. Nem, van madárhús. Rátegyem a tűzre? Tegyed, nekem, én megeszem. Jó van. Finom de madárhús. De csodva itt nem tudom rátenni. Madárhús a kedvencem. Mivel itt tizé csirke nincsen, ezért madarat eszünk. Tessék, rátettem. Már sül. Finom szárnyasok. Milyen ládát kéne csinálni, hogy letegyem ezt a izé cuccokat? Én egy fókot tégnyomtam. Ja, most tégek egyébként? Víz, ugolj be a vízbe, ott a víz, ugolj be! Nem is lát. Nem is látta a tű. Jó, itt is, ja, én is láttam egy fókot. Mit akarsz hova tenni? A izé, van egy pár csont nálam, például azt kell tenni, az a fúval vagyok. Ja, az külön. Én armor állványt kell csinálni. Ja, azt csináljuk már. Kajak. Csak a fékből pakolni rá a csontpáncélokat. Ja, az jó ötlet. Azt mi, hogy kell csinálni? B. Igen. Ott van valahol. De amúgy jó felemét, arra fele volt a izé, amúgy a sátra. Mondom, B. Aztán ott van az, hogy ötödik fül, storage, és ott lesz valahol. Gyere Martin, erre volt a izé sátra, menjünk már el. Storage, és itt lesz valahol. Aha. Itt van gomba, én nem merem megenni. Hát ne is edd meg. És valahol... Itt már látom, ott is van egy táska, várja, nem, az nem táska. Ott egy barlang, nagyon jó. Tök jó. De hol a bánatban volt az alacak? Nézem a térképen, hol van. Ahe, itt vannak a csövesek! Ami megütött. A géhes is vagyok, he? Valami sátor is volt ott, ne? Feltalikon nem is látok a térképen. Én fogok halni, gyerekem. Petya, egyébként megrohadhatsz, ami ilyen nehéz ráállítottad a játékot, azt még... Senki nem mondta, hogy ne legyen, hogy könnyebb legyen, vagy valami. Jó, hát akkor megeszem a szenneset, hát. Jó volt. Edd meg azt is, ne legyél válogatós. Hogy Mocsi, gyűjtsél ilyen magmokat, az zabád be őket. Az is viszi fel az életet. Vagy életet, akkor éhséget. Figyelj te magam. Hol van az a szar, Petya? Hát nem, nem tudom, nem találom, nincs rajta a mapon. Visszajöttem, mert mondták, hogy baj van. Aztán nincs itt semmi. Akkor menjél. Köszönöm, menjek, már visszajöttem. Már ez múlt idő. Ja, fasz. Már nem menetek közben vagyok, hanem már itt vagyok. De visszamegyek oda. Valaki van bot. Mondjuk azok, akik tartoznak nekem. Hát, meg a zseniális szomja a haltam. Legalább a földéjeztünk, nem fog szomjas lenni. Na, most egyébként lesz víz ebbe a szarba, szóval ez igaz. Igen. Ott vannak a sátrak, igen, megtaláltad őket, remek. Igen. Ja, itt vagy mellettem, bocs. Lesz nyílunk bőven. Elektrikus. Ó, lábas! Ez ilyen gyilkos galócát nem vesztük meg. Köszönöm. Hát nem volt túl sok nyíl. Ha megtaláltam. A több dolgod is van. Hon vannak a sátrak? Meg milyen lábas? Mi van? Mert élet az... Én nevemet követ. Minden nevet? Minden nevet. Gyertek után. Menyuséket. Én most nem megyek. Én most itt építkezésekben vagyok. Majd én megyek utólag valakivel. Jó, én addig visszarolok. Na most már én megvagyok itt. Én egyébként stick. Megyek, aztán viszek vannám egy teljes raktár. Ja, őzik-e? A bőrükből még ilyen táskákat is lehet raktolni. Na ez az. Na őzik-e, azt tartozó vele. Petya, azt ne felejtsd el. Őzikéből.
A bőre az enyém, azt a felejtsd el. No, mi odaadom neked? Hát az tartozod is, mert mondtam, hogy szóval nem az. De jó, esik az eső is, már iható a izé. Az a szar. Buzi őz. Baszol. Szemét bombi. Martin, raksz fel kaját? Kaját? Én? Aha, ma meg fog döglöm. Várjunk, most éppen a lábas főzöm, de mindjárt teszek föl fel, akkor. Már csak megvan. Mindjárt. Basz, miért nem? Miért nem enged? Ja, nincs klámúz, bassza meg! Az szarény. Hát ez bugos, elrepült. Ahogy megfőtt a víz a lábasba, elrepült. Nem, most elbaszom a sok nyilat, mert találtam annyit, mint a szenny. Hová ment a Bambi? Hát ne, spannoltattam még egy lábas, akinek elítom. Nekem egy csomó pénzem van, én minden gazdagon húzok el, ez kurva élet. Na, Martin, csinálta nekem kaját? Dolgozok. Hú, vár, van nám csoki. Aztán, átfogadom, mert tényleg mindjárt néhány dögök, meg különösen. Van. Én is mindjárt néhány halok, hát. Hozom a húst. Tessék, itt van. Mindjárt elkapom az őszt, a rohadékot. Bambit. Van egy csomó nyilam is amúgy. Nem tudom elvenni, várj, most, várj, oké, most csak, kösz. 30 nyilam van, baszki. Hát ez a Bambi megszűnt létezni. Hát a szomorú, ma akkor a bőröm oda. De egy nyuszi van, nyuszi bőrt kapsz. Jó, nyuszi bőr is van. Hová picsába tűnt? Csak úgy eltűnt. Te szomorú vagyok emiatt egyébként. Hát ez nagyon kész. Hát ezt én is azt mondom. Jó, megyünk máshova. Már tudjuk, hogy errefelé vannak őzők. Lehet megnézni, van-e teknős. Visszakerültek. Ott van még egy nyuszi, jó lesz. Én éhezem. Az szokás. Hogy kell célozni ezzel a nyillal? Hát, vaktába. Jobb klikkot benyomod és akkor izé elkezd célozni. Ilyen milyen nyugás jövő vizet forralok. Jó, van még egy nyuszi. Nekem akkor leengedi. Ezt felhúzza, jobb klik és leengedi. Itt vagyok a kempen, és itt fogok éhen halni. Egyébként akkor legalább kölcsönös az érzés. Nem tudom, én már ott sose akarok éhen halni. Tehát nekem még mindig fullon van. De úgy csináljátok ezt. Ne kérkedj ezzel, jó? Mentek úgy játszani, bazd meg. Állj meg, itt a csoki. Gyertek növényeket szedni, az zabáljatok. Magukat. Ez az, látod, akkor éhen fogunk halni, pontosan. Hát a vegetáriánus... Donnyi, hova a csoki a kezembe? Hát hol vagy te? Hát mögötted mondtam, hogy állj meg! Éha! Milyen perdén állsz már! Na. Tárcán na. Nyújtom az ételt. Jó, de nem akarja beadni, bazd meg hát. Akkor itt próbáld meg, itt nem állunk a perdén. Na, azért. Király. Meg is eszem, mert már pont egy utolsó pixel van. Hol van? Ahi. Na jó, megyek halakat vadászni. Hú, király. Vadászni? Igen, vadászok a halra. Azt legalább meg tudom fogni. Na, megnézem a teknősöket, hát. Ja, azt hozzá, az kell. Azt is akartam, de ez messze van nekem. Nekem is, csak hát én elmegyek. Jó, de én másfele mentem, és nekem még jobban messze van. Ilyen csúnya az a gyerek, akit meg kell menteni. Köszönöm. Most nézem itt a fényképét. Éhá, agyárat verje ki. És most az a kérdés, hogy a négyünk közül kinek a gyereke az? Hát az anyém biztos nem. Amúgy igen. Hát tudjuk, ment, de impotens vagy Peter, hát. Vagy ezért mi az már? Mondom. Annyi vagy eső, vagy mi négyen örökbe fogadtuk. Ja, ilyen négyes melegpár, érted?
Az nem jó, hogy dudulás az őt. Valaki már egy lábast itt elhagyott amúgy. Az lebugoltattam, az egy plusz lábas, nyugodtan elviheted. Martin teremtett egy lábast a semmiből. Tudod, hogy teremtettem? Hogy fölvettem a sajátomat, de nem bírtam sütni húsra a vizen, a tüzön, ezért szétütöttem az egészet, újra kraftoltam és ott lett egy plusz lábas. Ha hozok teknős, akkor vágyom. Az őzetnek a húsát, azt lehet ő szárítóra tenni, szóval az jó lenne. Jó, igen, tényleg arra fogom pakolni én is inkább. Jaja. Na nézzük, minden nap idejövök, és minden nap pont akkor jönnek ki a teknősök a vízből. Ott egy csillag. Ja, már megvan az izéfal, jó, erre is főhúzok még egy sort. Hát azért mondtam, hogy én maradok, azt csinálom azt. Nem, az őszús nem eng... Ja nem, nincs nálam őszús, csak el akartam. Jaj, ne ússzon el a teknő! Júj, majdnem elúszott, basszus. De amúgy, ha nagyon éhesek vagytok, a szállítóról levesztek egyet és megsütitek, tehát kész. Amúgy mondjuk. Tényleg. Maximum nem szárad meg. Egyelőre halakat tudunk a szállítóra tenni, szóval tegyünk bőven. Az jó ötlet. Én teszem, én már csomó van a szállító nekünk, ha megnézed. Minden nem, halat adott. Jó, fölhúztam erre még egyet. Ez meg itt. Erre fő tudom a másikat húzni? Nem. Kaj az nagyon lassan regenerál az életed, de azért viszik fel szép lassan. Itt is van egy lábas basszus. Egy random, itt van 8 lábas. Egyébként egy pára csinálnék egy ilyen izét. Mi a fenét? Gyanta kollektor. Azt akartam mondani, hogy meg kéne, igen. Nálam van gyanta. Csak magát a kollektort csinálni. Lehet a fába egy ilyen izé lábasos tudtot csinálni, és akkor gyantát lehet szedni belőle. Várjatok, hát tudok csinálni. Hol van, mondjátok? Hú. Petya? Fogalmam sincs, ezt meg kell keresni. Én sem tudom. Végig kell lapozni az egészet. Passz. De jók vagytok, bazen. Elsőnek a kó iszok. Másodszorra eszek. Amit nem tudok, mivel... Tegy le egyet a szárítóról, mondom. Várjál, hol a szárító, én sem tudom. Teknős hoztam, várjál, teszek rá. A Dani házában van. Sül a hús. Nálunk is van szárító. Nálunk is van szárító? Igen, de most rátettem neked két hús sülni. Jó. Ó, milyen jó páncélunk van. Hát ez... De még tudunk aludni, mert ez pont a sarokban van. Á, meg lehet oldani, csak nagyon hülyén kell odaállni. De meg lehet oldani. Jó, de hülyén rakta ezt ide. Az nagyon hard, ne vegyél egyszer, csak egy. Azaz, éhes voltam. Most meg is etted őket? Dehogy is. A baszki, ez mit csinált ide? Majd szerintem tedd vissza, mert mondom, hogy sütöttem neked izét, hogy már meg is etted azokat? Hát már sajnos megettem, finom volt viszont, hogyha ez valakit érdekel. De mondom, hogy tűzre tettem hús, de akkor az most nem kell? Hát megeszem, ne izguljatok. Jó, akkor? Már még nem vagyok tele. Az időzött meg. Az a sok halt megetted is, nem voltál tele? Hát éhes vagyok. Na, fasz. Hát, vörös gyomról rettem. Hát nem hús, kéne hússal lenni. Ja. Azt a húst, azt edd meg a vizéből viszont. Hát, raktárból. Nem hagyom ott, nem zújjatok. Lassan meg fog gyúlni, égni. Ó. Hát már megégett egyébként. Nem igen, akkor edd meg úgy. Van, most a víztárolóban van egy csomó vízünk. Nincs ilyen hal. Na jó, nézem, mit tudunk csak kraftolni, mert mindenki haszontalan, ahogy jól nézem. Én már mindjárt megépítem a falat, mi haszontalan. Ó, mondjál már, ha mindjárt hely. Én körülnézek, hogy mi van erre, és találtam egy ilyen bális. Jó. Hogy van a táskák, majd jöjjetek ide. Ó, meg nyomorékok is vannak. Ebből a vízből lehet inni, hát? Persze, jó út vagyod hozzá. Jó, bújszok én is. Csináljunk egy kertet szerintem. Ez kéne. Erre gondoltam én is egyébként. Nálam vannak mert van itt bőven szíve. Hely a kertek, mondjuk nézd, ebbe a sarokba ide jöhetem, majd kivágjuk itt a fákat, nézd, itt ahol én vagyok. Nem látlak, hol vagy egyébként. Én látlak! Van. Én látlak! Hol a faszomban fönt vagyok? Te, ja, itt le, bocs. Hova? Te, ide mondjuk itt nem tudom, egy jó nagy területet bevetni. Vagy több kis kertet is lehet csinálni, amikor az egyikbe csak alaever átvettük, amúgy bírunk ilyen blueberry szart is vetni, tudod, amiket lebírunk zabálni. Olyat lehet vetni.
Akkor ide jövünk, bezabálunk és föltöltekezünk. Mi az? Itt vannak szörny? A nyilvánkodók mögöttem. Megyek, várjál. Fát kéne. Vagy nem, mert én el tudok fáradni, ő meg nem. Valaki rakja a fát. Itt van a víz. Ennek a közepében bele tudok állni és akkor megbukszanak. Fölmászok itt a sziklára és leijászkodom őket. Ezt hazavisztjük és jó fognak nézni. Már most pihenek a vízben, de mindjárt megyek, aztán futok. Jó, megvárom, hogy közelebb jöjjenek, aztán mehet a balhé. Jó, el is indultam. Gyere, mocsi, vágunk fát, te csöves. Jaj, te azon sziklán állsz meg. Megyek. Pillanat. Várjál. Vigyázz, jó lesz, közelebb jön. Várjál, nem jó. Raftolok egyet. Hú, de jó, hogy lehajolt. Basza, hol vagy? Ja, megyek. Várjál, kicsináljuk őket. Berakuk ezt a párkövet, ami a mondom. Hol vagy, pacsi? Elmentél? Várjál már. Mit szenved ez? Tényleg a víztől. Nem tudnak úszni. Ez a száraz fel, ez nagyon odabasz. Na? Az egyik ember felétek futott, nem tudom azóta nálatok. Hát én itt nem látok senkit. Nem tudom, hagyjuk a picsába, akkor elmenni. Hagyjuk, ezek eléggé félősek. Na, mondjuk őket sötét van, nem most kéne ökörködni. Hogy csinálni kéne egyébként ilyen fáklyákat, basszátok, mert nem látni semmit a saját táborunkban. Nekem van. Ezek a csontos az ízlék azért nem csinálnak. Hanem ilyen tartós, állandó fáklyát. Jó, vagy így is lagolok, elég ennyi hely. Folyton etetni kell. Mi ezt az álló fáklyát? Igen, azért építettem a csontosat, mert ez folyamatosan csinál egy pici fényt. Az meg elég jó fényt csinál, csak az egyfolytában be kell gyújtani. És ha balhé van, akkor most mindegyiket megállsz és meggyújtogatod? Aha, pontosan. Valamit. Ja, jó. Pontosan. Jó, ha a mocsi magára vállalja ezt a feladatot, akkor csináltunk olyan fáklyákat is. Nem. Egyébként mi nem csinálunk saját házat? Most nézem, tök jókat lehet csinálni. Hát csinálsz is. Te nem csinálsz valamit saját házat. De hát közösen bazd meg, nem zél is. Mármint segítek én is vinni cuccokat. Ó, belül befutott egy nyomorék. Itt a bázisban, itt van a tűz mellett. Azt most nem tudok átugrani a falunkon. Engem támadsz, te geci. Kéne fény, mert nem belátom lelőni a fejét. Én se. És nem látom, de engem itt, aha. Na, gyere csak, te geci. Hát visszanyilom. Megvan? Jó van akkor. Azt hiszem... Épp időben jöttem ide. Most már. Éhe, ez mi? Tűzre vele. Szemét. Várjátok, nem buszkáltok. Az a baj. Nyúj csapdát is kéne csinálni egyébként, geci. Az viszont hasznos volna. Halljátok, hova akarjátok ide az ajtót rakni? Itt, hát. Hm? A sziklához, ide, hát. Na akkor csinálhatnánk ilyen csapdás ajtót. Hova? Ide. Így, itt. Ha látnék valamit. Itt valahol. Jó, megijedtem, hogy manától beszélni. Ahol én vagyok, úgy most oda. Ahol vagy te, hát. Ja, itt. Ide. Ide kéne csinálni egy ilyen csapda ajtót. Ja. Na várjátok akkor. De valahogy okosan, hogy azért ne rohanjunk mi bele. Egész jó. De ezen mi nem sérülünk meg, ha itt átmegyünk rajta? De. Ezt a fát át kell ugrani. Vagy itt a kavicson kell bemenni. Tényleg? És kimenni hogy akarunk? Én a fa még hozzá. De a lock kell, olyanom nincs. Aha, és hogy megyünk ki, várjál, építek én ide mindjárt egy följárót. Ez csak annyi, hogy ezt a kötelet, amit van, ezt át kell ugrani, és ennyi. Ja, na jó, hát bazd meg, én meg laggolok, mint a szar. Hallottam én valami korgó hangokat. Én megijedtem, én itt van, most itt van. Nézd Martin, így jó lesz, ide rakok egy kis padot. Aha. És erről majd ki lehet ugrani. Na, ha arról látunk ugrani a kőre, az jó lesz. Na és ez a csontkopony, ez hol van? Ez a... az a állvány, lámpa, akármi, hanyadik fül. Várjál. Fejből mi se tudjuk. Hát ez a baj, ezt itt nem ti tapasztalt játékosok vagytok. Hát, ez a szarvasfejnél van. Az a szarvasfejes fül. Aha, oké, megvan.
Konkrétan egy éve nem játszottam el, de... Ja, látom. Itt van. Köszke. Tudunk csinálni madárházat is. Aztán is lenne rossz, hogy lett ezt a kollégám lenne tól állandóban. Még nem most már rakadt a csomó madarat öltem az utóbbi időben. Mindig csinálunk a saját házunkra egyet. Jó. Így ide egy. Egyet így. Így. Csak kéne hozzá egy darab farunk. Most nem menni kell feltárni. Hát jó. Lehetne fotárról ez csinálni, és valami. Ez jó, már kollégában tól lesz biztosítva a dolog. Ja. Ez nem rossz. Csak... Kéne még egyébként azt nézni. Ó, én be tudok máshol is jönni, nem csak a kapun, hát. Az te vagy, a zombik azok nem okosak. Mutasd meg nekem. Engem nem érdekel. Jaj! Anya. Ez te voltál? Oh. Én nem, itt egy nyomorék. Megint. Hűha, ez nő, nem ő. Íh, milyen csecsei vannak. Nem, takarodjál innen a... Jó, akkor vadászatok, ha így nem lehet célozni. Hát hallod, amúgy sem tudnád eltalálni. De el tudnám, csak egyfolytában megütitek, meg elzavarjátok. Jó van. Next, szurkáljuk. Bocsánat, hogy meg akarjuk ölni le. Nem bocsájtok meg. Nem is kell. Szétütik a falat. Nem hitték az egyik csontpáncélot. Menj a fenébe. Még ki tudunk húzani. És ez a javítókészlet, ez kell valami egyébként? Hogy a kőfalat megsírtik, akkor ahhoz kell. Hát nyilván. Ja, tényleg én tönkre basztam valahol a kőfalat, meg ezt meg kéne javítanom túloldalt, ami oldalunknál. Aha, jól látom. És így egyesére végig kell járnom, fú, de szar. Nem, már fel a követtek, hülye. Én ellenőrzem a falakat. Úgy van blueberry magam, szóval... Ha a kertizem képes lesz, akkor tudok adni. Hát majd előtt egy szkész. Hát, hon vagy menyus? Mely, te hon vagy? Igen. Kint, megmutatom, hol lehet bejönni. Én ilyen módon ugrani kell? Nem. Hát, hon vagy, gyere, figyeld. De hogy nem, most még nem tudják szétbaszni, a falat, hogy ilyen felkész. Nézd, itt jössz, hát? Erről a szikláról. Ah, ott ez a jó. Amúgy a hülyék nem fognak itt bejönni, az a vicces. De ez én hülyeugrós, aha. Ezt nem használják ki. Na, tök jó. Mi? Be lehet jönni, és nem használjuk a kabut. Ja. Szóval... Nem tudom, hogy vagytok vele, de én már éhes vagyok. Nem a játékban. Ja, haha. Sorry. Megijedtem a falevélt, amit mozog össze-vissza. Azt hittem valami szörny jön. Na ennyi volt, még ne köves megvan. A kapu az valaki rakott már ezért fát. Lönköd, hát nem? Várjál. Lehet tudom kéne csinálni, elmondjuk itt aludni a játékba, hát. Akkor elmentsük a állásokat reggel. Mindenki kajol egyet, mert nekem is kéne. Annyit teszünk ebben, annyit érünk. Jó, legyen egy kis szület. Jó. Még tartunk egy kis szeretet, azt utána én meg elmegyek fát vágni. Az lehet jó, aztán visszalaposítunk. Na, megyek én is, Zsani, ez a mire szortunk, tudod? Ja, igen, a favágók, ja. Meg majd itt él. Én meg keresek kaját valahol. Én meg építkezek időbent. Martin, nem tudom, a mocsi ő nem vega, szóval nem eszik ilyen magvakat, nem tudom, te szoktál-e, de nagyon jó fölviszik a életet. Néha, amikor látsz egyet a földön, azt így zabált be. A magukat lehet, szoktam, amit tanálok. Amikor fullon vagy már, akkor zabált tele magad a növényekkel. Jó fölpörgetik a izét. Igen.
Ja, amúgy valamelyik növény, azt hiszem a fehér növény az fölpörgeti a egészséget is, tehát a... Igen, igen. Sőt, most tettem egy pár ilyen fehér növényt, hogy szóltál. Csak a staminát fölpörög. Aha. Akkor én fölmászok. Alszunk akkor? Ja, legyen az szerintem. Jó, úgyis. Minél kevesebbet kell adni, annál kevésbé leszünk éhesek. Alvás utána meg majd mentsük el. Mindenki mentse el, mert nem tudom, hogy működik a mentés. Aha. Jó. Mentés pipa. Na, előbb aludjunk előbb. Alvásra készen áll. Utána mentsd el. Ja, ja jó, oké. Nem baj, minden utána se elmentjük kész, csak a nappal legyen, ahogy belépünk. Jó, várjál. Igaz, igaz. Jó, mentettem elvileg, vagy mentek még egyet. Jó, mindenki mentsünk utána, utoljára én mentek, mert elvileg én vagyok hozzá, a fasz tudja, hogy működik. Jó, én is mentettem. Megvan? Jó, én kiléptem. Aha. Jó, ez volt a középső, jó.